Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 26-áig. Mielőtt elmondanám azt, hogy mi várható a következő héten, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy vannak új videóim. Ennek a címe Kozmikus üzenetek. Ez nem naponta jelenik meg, hanem akkor, ha fontos események történnek, és én ezt észreveszem a horoszkópban. A videó az mindig egy nappal előtte megjelenik, és akkor elmondom azt, hogy mi várható a következő napon, mire kellene odafigyelni, ezek fontos események lehetnek, ezért ajánlom ezeket a videókat. És most megnézzük azt, hogy mi várható november 26-áig. Hétfő itt látható, hiszen a Hold uralkodik hétfő felett. Ezen a napon fél hold van, és az mindig jelenti a feszültségeket. Ezúttal a családban vagy az otthonodban lesz így, vagy nem érzed jól magad otthon, vagy meglátogat téged valaki, és itt nézeteltérésekről van szó, feszültségek a családban. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a park jelenti a nyilvánosságot. Lehet, hogy kiderül valami, és emiatt lesznek a feszültségek. Az is lehet, hogy te tulajdonképpen fel akartál lépni a nyilvánosságon, vagy szükséged van arra, hogy megkapd az elismerést, de a feszültség az is lehet, hogy valaki kritizál téged. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, az itt látható. Ezen a napon van egy Lilith energia. Lilith az kiváltja nálunk az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez tulajdonképpen a hold pályáját jelenti, amikor vagy közel van a Földhöz, vagy távol van a Földünktől. Ezen a napon, tehát kedden, a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a Földhöz. És mivel ezen a ponton megvan ez a Lilith energia, ami aktiválja az álmokat, akkor mivel itt megvan a közelség, és kihat rá a mi Földünk, és utal reális dolgokra, akkor most ez az álom megvalósulhat. Itt megjelenik a ravasz róka, és ez figyelmeztet arra, hogy itt előfordulhat az, hogy te nem hiszel ebben az álomban, vagy valaki közeledik hozzád, elmondod azt, hogy mit tervezel, és ez az illető azt mondja neked, ah, ne álmodozz, ebből úgy sem lesz semmi. És akkor kivált negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket, bizonytalanságokat, és akkor feladod ezt az álmot. Ez egy hiba lenne, és erre figyelmeztet itt a ravasz róka. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ez a torony sok mindent jelenthet. Például egy szemét, aki magas és vékony. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. A torony jelentheti azt is, hogy te szeretnél valamit kiépíteni, megnagyobbítani. Amit a torony még jelenthet, egy nagy város, vagy egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. De ha érzelmekről van szó, akkor előfordulhat, hogy benne vagy a toronyban, vagy ő van benne
a toronyban, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, tehát negatív érzelmek, és kerestek egy kiutat, egy megoldást. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható a tudás, a bölcsesség, ez passzol Jupiter bolygóhoz. Amit a könyv még jelenthet, a tudás, a tanulás, a továbbképzés, vagy egy könyv vásárlása, vagy valaki ajándékoz neked egy könyvet. Amit a könyv még jelenthet, a te zárkózottságodat, vagy az ő zárkózottságát, vagy azt, hogy valaki eltitkol előled valamit. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, az itt látható. Ezen a napon a hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút. Ráhú jelenti a jövőt. Jelent egy új irányt, egy új lehetőséget. Itt vannak változások. És mi várható ezen a napon? Milyen változások lesznek? Itt a csillagok szerencsét hoznak, lesz egy szerencsés fordulat. A csillagok jelentik azt is, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagokban ez meg van írva, és ennek most eljött az ideje. És mivel Ráhú kihalt a pénteki napra, ez lehet egy új irány, ez lehet egy új kezdet. Szombaton Szaturnusz bolygó, a sors bolygója uralkodik. Megnézzük, hogy mi várható. Itt a lilium virág utal a tisztaságra. Szép gondolatok, tiszta érzelmek, itt tisztázódik valami. Amit a lilium virág még szimbolizál a Le Nomade kártyáknál, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy van egy testi közeledés, vagy ő gondol rád, és ez megjelenik az ő gondolataiban, de hozzá kell tennem tiszta érzelmekkel. A vasárnapi napon a nap uralkodik, az itt van középen. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Vagy lesz bevétel, vagy kiadás, vagy beszélgetés az anyagi dolgokról, hogy ezt szeretnéd rendezni. A halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy megkapod a megbecsülést, mert valaki számára nagyon értékes vagy. Vagy elgondolkozhatsz vasárnap azon, hogy mi vagy ki értékes számodra, és légy annak is tudatában, hogy te is értékes vagy. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!